Szép estét kívánok, ez itt a Bicskei Galéria. Mai hírmagazinunkban megemlékezünk a Bicskei Római Katolikus Plébánia Caritas csoportjának jubileumáról és Tabódi István atyáról, Bicskeváros díszpolgáráról, illetve ajánlunk egy különleges színdarabot is. Tartsanak velünk, már is kezdünk! A Magyar Katolikus Caritas közcélú humanitárius szervezet, amely segíti a rászorulókat szociális, egészségügyi intézmények fenntartása és különböző segélyprogramok, illetve akciók útján. A Bicskei Római Katolikus Plébánia Caritas csoportja fennállása 15. évfordulóját ünnepli az idén. Vezetőjükkel az elmúlt másfél évtized legfontosabb pillanatait idéztük fel. A 15. születésnapját ünnepelte szeptemberben a Bicskei Caritas csoport. Az önkéntesek egy közös szentmisén adtak hálát a másfél évtizedes munkáért és lehetőségekért. A plébános atya fölkért, hogy vállaljam el a Caritas csoport vezetését. Van rá 3 hónapom. Ez már májusban volt a bicskei búcsú kapcsán, és azt mondta, hogy úgy gondolta, hogy én erre alkalmas vagyok, és akkor vergődtem, hogy miért éppen én, hiszen annyian vagyunk, és azt mondja, hogy tudom, én azt nagyon jól, csak gondoljam végig. Hát végig gondoltam, és összefutottam atyával nyáron, és mondtam, hogy atya, a télen, amikor hoztam a hajléktalannak a templomba a ruhát, arra gondolt. Azt mondja, pontosan mondtam, hogy tudni fogja. Akkor nekiálltam fölépíteni a csapatomat úgy, hogy minden templomba járó aktív emberhez oda mentem, aki tudtam, hogy merre lakik, és hogy mert a városunk elég szétterülő, és hogy a városrészek képviselve legyenek, és úgy gondoltam, hogy legalább 2 embert mindenhonnan összegyűjteni. Hát így indultunk. 11 fővel elindult Bicskén a Caritas csoport. Szeptember 12-én meghívtam egyházmegyei Caritas igazgatónkat, Nagy Lajosné Krisztinát, és ő másodmagával jött, szentmise után megalakult Bicskén a Caritas csoport. Az azóta eltelt 15 év munkájára, tevékenységére emlékeztet egy képkiállítás, amit a jövő hét elejétől a Városháza aulájában nézhetnek meg az érdeklődők. A képek is tanúsítják, milyen sok társadalmi rétegben nyújtanak segítséget az önkéntesek. Ez 2007-ben a Szent Erzsébet jubileumára készült, és ezt van a csapatban egy művész lélek, a Némáné Julika, nem tudom mennyire, ő egy festőművész, pedagógus, és ő tervezte, ő rajzolta, és ennek a zászlónak az megszentelése abban az évben volt, amikor még Tamás atya a miénk volt. Vannak fogyatékkal élők, de érdekes, hogy ők nem jönnek be hozzánk a Caritasba, őket mi keressük. A nehéz sorsú családok, miután a Caritasházunk működik heti 2 alkalommal, ott vagyunk és várjuk, hogy kik jönnek. Akik bennünket megkeresnek, valamilyen oknál fogva jön. Van, aki azt mondja, hogy neki nincs kabátja, nincs cipője, miután adományból élünk, tehát adományt gyűjtünk és adományt továbbítunk. Ugyanígy az élelmiszert is, mert azt is gyűjtünk folyamatosan, ha valakinek van felajánlása, szeretettel fogadjuk. Meg takarót, mert ilyenkor most már elindul a takaró is, hogy nincs takaró, tudunk-e. Ha neki lelki gondja van, akkor azt mondja, csak bejön, csak úgy körbenéz, csak... És akkor ott állok az ajtóban majdnem, megkérdezem, hogy tudok segíteni. És akkor elkezdi mondani, hogy mi a gondja. És akkor ott ketten szépen beszélgettünk, és akkor tudom irányítani. Vagy atyához irányítom, vagy elég neki, ha éppen beszélgettünk. Tehát gyakorlatilag lelkileg is tápláljuk őket valamilyen szinten. Nem is tápláljuk, bocsánat, segítjük. Akinek egyéb gondja, baja van, természetesen ő azt is megkapja. Tehát adományt is gyűjtünk, pénzadományt is gyűjtünk, hiszen miből vennénk élelmiszert. Pénzünk az nincs, és ilyenkor az emberek olyan szeretettel tudnak adni. Babi néni azt mondja, a csapat a legfontosabb, akikkel együtt dolgozik.
Elsősorban a bicskei önkéntesek munkáját fogja össze, de nagy része van abban is, hogy a környező településeken is működnek Caritas csoportok. Amikor valaki bekerül a csoportba, megkérdezem, hogy mit szeret csinálni. Hát van, aki azt mondja, hát ő igazándiból ilyen háziasszony típus, inkább kenyeret ken, akkor őt beosszuk Rorátéra a gyerekekhez, Roráté utáni reggelihez a gyerekekhez, és ő vállalja azt, hogy a gyerekeket ellátja, de ez nem csak ennyi, hanem különböző plébániai programok, ha vannak főzés meg egyebek, akkor ő az első ember, akit azt mondjuk, hogy na akkor légy szíves, akkor építs fel a környezetedet, hogy ki kell szeretni együtt főzni, és akkor ő megcsinálja. Tehát gyakorlatilag mindenki a helyén van. Aki azt mondja, hogy autóm van, és én beülök az autóba, nekem másra nincs, az üzemanyagot felajánlom nektek, akkor én őt kihasználom úgy, hogyha valamit vinni való van, vagy valahol SOS van, akkor beülök mellé, és visszük az anyagot, visszük az élelmiszert, visszük a ruhát, vagy takarót. Tehát mindenki a helyén van. Most itt van az Őrangyal Klub, ami egy 7 éves program, amit én Erdélyből hoztam egy olyan csereprogram volt, hogy az időseket megpróbálta az országos Caritas, a gyulafehérvári Caritasszal együtt, megpróbálták, hogy az időseket képzik. És erre a képzésre én, hát, mint mindig jelentkeztem, vállalkoztam, és 3 hetet voltam Erdélyben. Ugyanabban az időben voltak itt Magyarországon, akik az önkéntességet vitték, mert ott nem önkéntesek végzik a Caritas feladatokat. És annyira megjöttem, és egyfolytában motivált, hogy igen, segíteni kell ezek a fogyatékosoknak, igen. De nem csak a fogyatékosoknak, hát az egészségesnek is kell egy olyan környezet, hogy azt a másik embert, aki nem olyan, mint én, azt föl tudjam emelni, és tudjam, elfogadjam, és vigyem magammal. És van egy gyógypedagógusunk, aki egy szakmai irányító, és van a csapatból az én helyettesem, a Szarka Istvánné Pál Fildikó, ő a klubnak a vezetője, és nagyon a szívén viseli az egész vonalat mind a kettő. A gyógypedagógus is karitászos, csak nem Bicskén, hanem Óbarkon, de hát az nem baj, itt együtt dolgozunk. És így működik, és éppen 13-án, mikor volt a jubileumunk, akkor voltak ők 7 évesek. Ez a program megyei kitüntetésben a Pápai Ágoston díjba részesült. A bicskei Caritas csoportban önkéntesek dolgoznak. Kapcsolatban állnak a polgármesteri hivatallal és a családsegítő szolgálattal. A koronavírus járvány változást hozott a Caritas működésében is, de ebben a nehéz időszakban is segítenek ott, ahol kell. Igen, a koronavírus megváltoztatott bennünket annyiba, hogy megállunk egy pillanatra, hogy hoppá, ezt nem így kéne, hanem vigyázunk a másikra. Szóval igen, megváltoztatott. Meg magamat is védem, hiszen én is benne vagyok a korba. Tehát meg nekem is ott vannak az unokáim. Szóval igen. Kérnek-e maguk a családok jobban segítséget ebben a nehéz időszakban, hiszen tudjuk, hogy Bicskén már van olyan család, akinek konkrét vesztesége is van, hiszen van már olyan, aki sajnos meghalt, igen, és koronavírusos, igen, volt. Igen, én erről most még nem tudok beszámolni, tehát ez nagyon friss. A családsegítőben valószínű, hogy ezek lecsapódnak, de én hozzám még nem ért el. Nem is kell, hogy hozzám elérjen. Ha gond van, úgyis ott vagyunk. Tehát ha szükség van, úgyis megyünk. Aki a Caritas munkában szeretné magát feltalálni itt Bicskén, az hogyan tud csatlakozni önökhöz? Úgy, hogy bejön hozzám a Caritasba. Vagy, ha templomba járó, úgyis tudja, hogy itt vagyok, mert szinte minden nap itt vagyok, ha tehetem. És megbeszéljük, hogy akar-e jönni. Akkor van pár hónapja arra, hogy ő fölkészüljön erre. Tehát azonnal nem tud belépni a csapatba, segíteni tud, de a csapattag nem lesz. Tehát, hogyha ő bevállalja azt, amit mi csinálunk, ha ő úgy érzi, hogy igenis én itt vagyok, és nekem itt a helyem, akkor tárt karokkal várjuk. Látogassák meg a bicskei Caritas kiállítását jövő hét elejétől a Városházán, ha tehetik. Adományaikkal, felajánlásaikkal segíthetik a Szent Kalkuttai Terész Caritas csoport munkáját.
Városunk egykori plébánosa 20 évvel ezelőtt hunyt el. Tabódi István atya életében az átélt nehéz időszakok közepette is megmutatta a hit és a remény erejét. Bicskeváros és Fejér megye díszpolgárára a Petőfi Művelődési Központban emlékeztek. A bicskei római katolikus plébánia Tabód István atya halálának 20. évfordulója alkalmából emléknapot szervezett. A megemlékezés szeptember 26-án 8 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Központban kezdődött. Az emléknapot Burbela Gergely plébános köszöntőjén nyitotta. A püspöki biztos kiemelte, hogy a bicskei egyházközösség és a város fontos napja, hiszen Tabódi István atya szerepe, szeretete a város és a közösség iránt nem volt kétséges. Életében megmutatta a hit és remény erejét, csak tanulni lehetett tőle. A mai napon az egyház közösségben, de nem csak az egyház közösségben, de az egész városnak emléknapja van és emlékutat. Kezdünk önkormányzattal együtt, és Szent László iskolával is együtt, és művelődési házból is együtt, mivel Tabódi István atya ennek a városnak és a plébányának nagyon nagy fontos szerepe volt az életében, amit tette az egyház közösségért saját életében, ott egy olyan jó példa nekünk, hogy valójában tudunk megtalálni a remény, és tudunk megtalálni látva az életét, ha nehéz időben is keresünk azt, amit jó-i. A hétköznapjainkban is legyünk bennünk a remény, hogy Istenben gyökerezve remény. Bálint Istvánné, Bicskeváros polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Tabódi atya szinte ma is mosolyogva közöttünk van. Halálának 20. évfordulójára gyűltünk most össze egy tiszteletbeli főhajtásra. Én azt gondolom, Tabódi atya egy olyan személyiség volt, egy olyan ikon volt a város életében, hogy méltóképpen kell, hogy emlékezzünk rá, és ápolni kell az ő munkásságát, az ő emlékét, és azt, amit ő tanított, hogy a szeretet nélküli életnek túl sok értelme nincs. Tesseli Zoltán, a térség országgyűlési képviselője köszönte, hogy az emlékezők betartják a járványügyi intézkedéseket. Emlékezése során felidézte 6 évnyi polgármesterségi ideje alatt az emlékműveknél Tabódi atyáról elhangzottakat, és kiemelte, hogy a város mit köszönhet Bicskeváros és Fejér megye díszpolgárának. A második világégést követő kommunista, szocialista diktatúra megbuktatását. Hiszen annak az ördögi hatalomnak a megbuktatását, a szélső baloldali diktatúra bukását nem más okozta, mint a Wittner Máriáknak, Regéci Nagy Lászlóknak, Rácz Sándoroknak, Fehérvári Istvánoknak, Vanek Béláknak és Tabódi Istvánoknak az AVH börtöneiben és koncentrációs táboraiban a börtönőröknek a Tabódi szeret maga engem kérdésre évtizedek át álhatatosan adott igen válasza. Az ő hitük és kitartásuk morzsolta fel a baloldali elnyomó hatalom erejét. Soha sem tudhatjuk méltó módon megköszönni ezt nekik. Nagy bajomban mindig csak azt mondtam, Isten kezében vagyunk, és ott vagyunk a legjobb helyen. Az ünnepi műsorban közreműködött a Bicskei Szentháromság plébánia és a Szent László általános iskola diákjai, valamint a 188. Sovi Lajos cserkész csapat tagjai. Az ifjúságnevelő mozgalom nagyban kötődik Tabódi atyához. 1993. június 6-án Tabódi atya újra létrehozta itt Bicskén a cserkész csapatot, mert hogy a 20-as években itt már működött 2, és így örököltük meg az egyik számot, az egyik csapat számát, a 188-ast, és Tabódi atya pedig hozzátette, hogy akkor már Svoly Lajos, a székesfehérvári püspök legyen a mi névadónk, és akkor így lett a bicskei cserkés csapat neve, 188-as Svoly Lajos cserkés csapat. És azóta is működünk, most már 27 éve, kisebb-nagyobb döccenésekkel, mint minden közösség életében, vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Most körülbelül 30-an vagyunk, vezetőkkel és a
cserkészekkel, illetve kiscserkészekkel együtt. Tabód István 1921. április 1-én született Budapesten. Apja, Tabódi Tibor, katonatiszt volt. Ő is katonai pályára készült. 1930 és 38 között a kőszegi katonai főrealitásokban tanult, majd tanulmányait a Ludovikán folytatta, ahol 1941-ben végzett. A harmadik Nádasdy Ferenc huszárezred hadnagyaként Nagyváradon, Nagyszalontán és Munkácson szolgált. 1944-ben főhadnagyi rangot kapott, és kivezényelték az orosz frontra, ahol súlyos sebesülés szerzett. 1944. szeptember 17-én Lembartovnál, Varsó mellett az oroszokkal vívott iszonyú csata után tartott szemlét Kéri tábornok. Már le is mondtak a magyar huszár zászlóhajról, amikor a jeges havon vágtatva megérkezett a csoport. Tabódi István főhadnagy jelentette: tábornok úr, a többszörös túlerőből kivágtam, és visszahoztam a szűzanya segítségével a zászlóhajamat. Összeesett a nagy vérveszteségtől. Fél karját majdnem elvesztette. Mások mondták el, hogy a rettenetes helyzetben hangosan fogadta meg a főhadnagy: szűzanyám, ha kimented a katonáimat, pap leszek. A papságig hosszú volt az útja. 1945-től a Honvédelmi Minisztérium lóügyi osztályán szolgált, majd 1947-ben századosi rangot kapott. Még ugyanebben az évben kémkedés vádjával letartóztatták és internálták. 1953-as szabadulása után szállító munkásként dolgozott, majd Bérma apjának, Sóvi Lajos székesfehérvári püspök segítségével papi tanulmányokat kezdett. 1955-ben az Állami Egyházügyi Hivatal eltiltotta a szemináriumból, ám Hegedűs András miniszterelnökhöz írt levele nyomán engedélyezték a továbbtanulást. 1957-ben diakónussá szentelték, és még ugyanebben az évben az 1956-os forradalommal való rokonszenvezése miatt 7 hónapra börtönbe zárták. Szabadulását követően 1958. június 13-án Sóvi Lajos szentelte pappá. Pár hónapig a szemináriumon volt előadó, majd kizárták, mivel több társával együtt nem jelent meg az országos békepapi gyűlésen. Ezt követően a közlekedési múzeumban lett takarító. Néhány paptársával együtt titkos szemináriumot szervezett. 1961. februárjában újra letartóztatták, és összeesküvés vádjával 12 évi börtönre ítélték, amit le is töltött. 1972. december 30-án engedték ki a börtönből. Több mint 19 évet raboskodott. Ezután is megszenvedtették, dálta a szavát. Idős fejjel és buzgón gondoskodott híveiről a székesfehérvári belvárosi templomban, majd csapdi, kisláng és végül Bicske plébánosaként. 1990-et követően jelentős szerepet játszott az újrainduló tábori püspökség szervezésében. 1992-ben székesfehérvári kanonokká nevezték ki, mely tisztséget a haláláig betöltötte. A rendszerváltás után vezérőrnagyi rangot kapott. Utolsó hónapjait a székesfehérvári papi otthonába élte, ahol csak volt hívei szerettei felkeresték, hálásan emlékezve arra, amit egészségesen tett értük. 2000. szeptember 25-én az örökké valóságba költözött. Október 5-én 11 órakor temették el az egykor pálosok lakta Révfülöpön. Halála után posztumosz vezérezredesi rangot kapott katonai múltjára tekintettel. Jól jellemzi őt a következő pár mondat Lovas István megfogalmazásában: ha Magyarország normális ország lenne, ma délelőtt 11-kor talán minden magyar Tabódi István bicskei plébánosra gondolna. Ekkor tartják a 80 éves korában elhunyt atyáért Bicskén a gyászmisét. Azért a volt huszárt kapitányért, aki a börtönben töltött évek magyar rekordere. 19 évet ült rácsok mögött politikai bűncselekmények elkövetéséért. A magyar gulág minden elképzelhető és kevéssé elképzelhető sarkát bejárta, Recstől a gyűjtőn át Sopronkőhidáig. Csupán azért, mert választott hivatásának élt, ugyanolyan hűséggel, ahogy azt az egypártrendszernek főben járó bűnnel volt egyenlő. 1947-ben vitték be az ávóra egy kis beszélgetésre. A beszélgetős 6,5 évig tartott. Bülajstroma már akkor is hosszú volt, ugyanis nem hivatalos menyasszonyával merészelt levelezni, aki Horthy Miklós Zsófia nevű lánya volt.
Második börtönbüntetését már pappá szentelése után kapta. Akik raptársai voltak, soha nem felejtik el humorát és életörömét, mely isteni csoda még a börtönélet kínjai között sem hagyta el. A nap is barátja volt. A gyűjtőben, a középső csillagban, a séta előtti sorakozón a sugarak valahogyan mindig úgy szőrődtek be, hogy sapkáját, mosolygó arcát és gimnasztikáját végig simogatták. Talán isteni üzenetként, vagy angyali üdvözletként. Meglátogatta a kísértés is olykor. Azokban a rövid időközökben, amikor a magas falakon innen volt, a békepap lesz, ajánlottak neki, püspök is lehet. Volt huszárkapitány, csak nevetett rajtuk. 1987-ben helyezték Bicskére. 10 év alatt felújította a plébániát és a hozzátartozó kislángi és csabdi templomot paplakkal együtt. Sok pénzt kapott, ugyanis az imperialistáktól, ahogyan nevezték egykori rabtartói, tabódi külföldi barátait. A kisváros szeretete vette körül. A polgármester, a vállalkozók, jó 100 ember segítette, hogy háza, villanya, étele, itala, ápolónője legyen. Kedves Pista, ezt a levelet, amit most felolvasok, odafel küldöm neked. A borítékra ráírtam Mennyország, főkapu, Tabódi atya. Onnan a címzett ismeretlen felirattal nem küldik vissza, abban biztos vagyok, hisz hová kerülhettél volna, ha nem oda. De a lényeg, beszámolok neked gyászmisédről, mert ismerlek, nincs időd a csip-csop ügyek figyelésére, még onnan fentről sem. Hát meg kell mondani, Bicskén hatalmas tömeg szorongott a templomodban, amit oly szépen rendbe hoztál. Ott voltak a bicskei rendőrök, akik annyi éven át vigyázták a vége felé már nagyon elgyengült lépteidet. Most ők irányították a hirtelen megduzzadt forgalmat. Ott voltak a tűzoltók is, akik a házadban a könyvespolcot készítették azután, hogy februárban nyugdíjaztak. Azt hiszem, mindaz a jó 100 ember is ott volt a tömegben, akik betegséged alatt oly nagy szeretettel vettek körül. Élükön a polgármesterrel, Szebenyi Zsolttal, aki ágyadnál utoljára borot vált meg, és kente bar testedet levendula balzsammal, mert az olyan jól hűsített. Ott volt Sziget Imre, a Suzuki márka kereskedés tulajdonosa, aki Bicske más vállalkozóival együtt házat vásárolt neked, hogy nyugodtan és gondtalanul élhess. Ott volt Juhász János, a Vágóhíd, Döme László és Döme Kata, a Delikátesz tulajdonosa, aki gondoskodtak arról, hogy a frizsideredből legyen mit kivenni. Vásárhelyi János, a Kossuth Zsuzsa gyermekotthon igazgatójának asztalosai, akik a konyhabútorodat készítették. Rozovics Márton vállalkozó, aki a padlót. Szántó János fuvarozó, meg sokan-sokan mások, akik oly boldogan tették könnyebbé életed utolsó napjait. Bőcs Józsefné, aki készítette a reggelit, az ebédet, vasalt és mosott rád. Meg persze Báder Tóni, a párját ritkító fogados. Mindez egy olyan kisvárosban, amelyikről azt állították sokan, hogy nincs benne kohézió, de te körülötted a kohézió mindig is kialakult. A szeretettől, amely ugyan, mint a csiriz, összeragasztja a széteső dolgokat. De jöttek persze messziről is, Pestről, az országból, meg külföldről. Láttam Kozma atyát, Acélbandit, a Karakán raptársat, aki sok máltai neveletben tisztelgett előtted. Fizikailag utoljára szép beszédek hangzottak el. Ez hasonlóan emelkedetten én nem tudok fogalmazni, de te különben is szereted a földhöz ragadt szavakat. Szóval, Pista, képzeld, Paskai nem jött el. Ennek nagyon örültél volna, pedig a bíboros sajnálni fogja, ugyanis neked valaki egyszer még megindítan a szenti avadásodat. Az életudat és a pápai pályára lépésed Szent Ágostoni. A különbség csak annyi, hogy a Kártágóban, te pedig a Stefánia úton hatalmas szál, nyalka huszártisztként bohémkodtál végig fiatalkorodat. Akkor persze még nem tudtad, hogy a vidámságnak vége, mert jön egy olyan rendszer, amelynek a származás nagyon fontos. Ez a kommunizmus volt, amelyben egy olyan gentry szülők gyerekeinek neve mellé, amelyik te voltál, X-et ragasztottak. Ez nem a kromoszómára utalt, hiszen akkor te nem X-et, de jó tucat Y-t kaptál volna, nem arra, hogy a származásod visszavonhatatlanul osztályjelenség. Nem is szólva te esedetről, hiszen korán elhunyt édesapád, még annak idején országgyűlési képviselő is volt. Be is hívták az ávora, amely tagjainak szemét szúrt politikailag inkorrekt születésű apád és anyád. Rövid kihallgatásról van szó, 6,5 évig tartott. Azzal vádoltak, hogy Horthy Miklóssal paktáltált le, holott csak udvaroltál külföldön élő lányának, Zsófiának, aki nem hivatalos mennyasszonyod volt. A 6,5 év alatt voltál Recstől Kőhidáig mindenütt, ahol az akkori urak tartottak ideológiai ellenségeknek. Olykor órákra gúzsba kötöttek, és alkalmasint még a hátadra is ráguráltak, mert az iszonyú fájdalom ellenére nemhogy elájultál volna, mint csokta, te mosolyogtál.
Ez az arcátlan derű, amelyik nem hagyott el életed utolsó percéig. Ekkor határoztad el, hogy Istent fogod szolgálni. Kiszabadultál, teológiát tanultál, felszenteltek. Tetted a dolgodat, ahogy egy huszárkapitányból lett paphoz illik. Azután jöttek, elvittek, és megint éveket töltöttél a rács mögött. De te ott is miséztél. Olykor csomagot kaphattál, és a kalácsba sütött mazsolából készített misebort. Kalácsból az Istent mazsoláztat ki, mondta egyszer Tóth Karcsi. Tudott Karesz, a Molnár gyerek, ki 11 évet ült. Hívott Hegymagosról az öreg huszár, aki már 70 éves. Azt mondta, Révfülöpen a temetéseden a huszárok nevében ő fújja a takarodót. De visszatérve a börtönre, valaki azt mondta, nem tudom, hogy igaz-e, hogy a világ akkori legkisebb gombnagyságú rádiójának, amelyek a politikai foglyok találtak fel és gyártottak. Te találtál a fordítóban biztos helyet. Lecsavartál néhány réteget a ragasztószalagról, majd lyukat égettél bele és oda tetted a gombrádiót. Azután visszacsavartad a rétegeket, amikor jött a hipis, a celládban a kutatás, az öröknek ott volt a szemük előtt a falon, a nagy spulni, mégse látták a rádiót, nemhogy megtalálták volna. Hát Pista, ezeket akartam neked elmondani helyszíni tudósítóként, és még valami igazat lett, az idei bor tényleg az évszázad bora lesz. Belőle a következő küldeménnyel, csak ahogy a tisztelőid számára ismeretlen tehervonatot indítani az égbe. Márpedig ilyen csodákra csak te lennél képes. Aláírás, Lovas István. Az ünnepi műsort követően koszorúzás következett. Az emlékezők a Szent László általános iskola falán elhelyezett emléktáblánál és a templom kertben elhelyezett tabódi szobornál rótták le tiszteletüket. Az ünnepséget követően emlékút indult Révfülöpre, Tabódi István atyas híremlékéhez, amit Szent Mise követett a Révfülöpi temető kápolnájában. A Szentmisét Bubela Gergely plébános mutatta be, majd a látogatók a kegyeleti koszorukat és az emlékezési virágait helyezték el a síremléknél. Az emlékezés szeptember 28-án 18 órakor sarokba szorított az Isten, portréfilm vetítéshez zárult a fiatalok házában. Tabódi István maga volt 20. századi magyar történelem jelképes alakja. Emlékét ápoljuk és őrizzük mindörökre. Egy árva gyermekekből álló csapat és egy rendkívüli felnőtt, egy nemes lelkű művész varázslatos története hűségről, bátorságról, barátságról és emberségről az embertelenségben a háború sújtotta Magyarországon. A valahol Európában igazi sikerdarab augusztus vége óta a Tatabányai Színházban is megtekinthető. Embertelenség, könnyes szemek és egy kis romantika. Ezt ígéri a Valahol Európában című musical, mely már látható a Jászai Mari Színház Népházban. A darab egy musical adaptáció az Azonos című film alapján, ami a II. Világháborúban elveszett árva gyermekekről szól. A színpadi átirat attól különbözik a filmtől, hogy nem kifejezetten a háború borzalmaira hívja fel a figyelmet, sokkal inkább nyújt betekintést az emberi lélekbe, hogy mennyire elembertelenedett a világ. Milyen volt a próbafolyam, mert először beszélj egy kicsit erről. Ja, hát ez egy zaklatott próbafolyamat volt így a pandémiás összecsúszások miatt, úgyhogy ez... arra gondol az ember, hogy jobb lett volna, ha nincs ez a II. Világháború, mert akkor nem lenne ilyen komplikált darab, ami erről szól, és ennyi minden nem kellene összehozni, összerántani. Főleg ilyen nehéz időszakban, mint ez a mostani színháziban. Milyen volt a gyerekekkel dolgozni? Az viszont remek. Hát az kárpótló, az igazából tanulságos ilyen szempontból is, hogy önmagában az a rálátás, meg ahogyan ők a világot látják, az az alapvetés, az mennyire sokat segít. A felnőtteknek is valahogy újra neki mennek bizonyos dolgoknak a jelenlétükben azok a felnőttek, akiknek erre van affinitásuk.
Ugye az olvasó próbán azt mondtad, hogy nehéz lesz majd megtalálni azt, hogy ugye őnekik azért egy kicsit elmagyarázni, hogy tulajdonképpen miről is szólt ez az időszak. Ez milyen volt? Mit láttál a gyerekeken? Értik ezeket a dolgokat? Valójában hát nem árulok el vele nagy meglepetést a végével kapcsolatban, tehát ott a végének a tragédiájánál értették meg igazából, érdekes módon ők maguk is, hogy milyenek a tétje egy ilyen történetnek, mert amiket így elmondtam nekik tényszerűen, úgy döntöttem, hogy nem kertelek, elmeséltem pár dolgot így pár történelmi jelenséget, ami jellemző volt erre az időszakra. És akkor érdekes módon úgy mondták is, hogy ők is hallottak róluk, vagy kinek a családjában is van ilyen emlék, vagy ebben hallottak róla. De az agyuk. És akkor a szívükkel meg ott találkozott, ahol egyébként a dramaturgia is kívánja. Az viszont érdekes volt ott látni, mert megérintette őket nagyon az impadon a történet. Mi van, patron, már nem patron? Nem áll a Jóisten. Lelépett. Megsebesült. Tehát lelépett. Szabadság volt. Jó is az. Szabadság. Egyenlőség, testvériség, nagyon szép szabad. Csak hát a rendet ugye előbb meg kell teremteni. Vagy tévedek, tanítottál? Nem, de... Na, magától titültek el. Ide hallgass mit. Ne! Válaszolj. Azok gyerekek volt. Mi van, magától semmit nem vittek el? Nem tőlem semmit. Esetleg összejátszik velük? Nem tőlem semmit nem vittek el, mert amire szükségem volna, azt már régen elvitték mások. Igazából az a kérdés, hogy ha üzen valamit, akkor abból tanulunk-e? De ez az nyilvánvaló, hogy mit üzen igazából. És igazából én azon szoktam elgondolkodni, hogy ezekben a pillanatokban, amikor hasonlóan a gyerekekhez ilyen nyilvánvalóvá válik valamilyen a rettenet, te a felnőtt létezésnek, akkor vajon a színpadon, amikor ezt látja az ember, akkor az bármire jó-e, hogy azt az változtat-e? Ilyen pessimista gondolataim lettek így a pandémia kapcsán, de meg a mai világ kapcsán, de hát természetesen talán ezt nem is kell mondani, hogy mit, de hogy nagyon rossz fele menetel az ember, arra egy nagyon erős tükröt mutat ez a történet, rendkívül kedvesen és szeliden, és ez nagyon rokon szembesedben, hogy szeliden mutat rá arra, hogy mekkora hibát vétünk. A gyerekek szeme, meg a zene, a zene ténye, amint természetesen aláhúz valamit, nyilván ilyen értelemben ez egy önálló alkotás, tehát a filmtől eltérő önálló alkotás, de mind a kettőben, a filmben és ebben is természetesen a gyerekek lénye az közös. És nagyon jót tesz tulajdonképpen az, amit a film tud, hogy a film kiválasztja azt a momentumot, ami a legtermészetesebb a színházban, meg tulajdonképpen a zene, ebben az előadásban a zene rakja helyre azt, hogy tulajdonképpen milyen érzelmi helyi értéken vannak bizonyos dolgok. És így a zene meg a gyerekek együtt kölcsönösen segítkeznek, hogy ezt a soha nem megtanult tapasztalatot, ezt ismét átvegyük. Hosszú, akit Mikola Gergő személyesít meg a színpadon, először nem akarja felvállalni a gyermekek védelmét, tiszta szíve azonban mégis arra sarkalja, hogy a szárnyai alá vegye őket. Hosszú, mi egy javítós fiúról beszélgetünk, ugyanúgy, mint a darab szereplői közül azért elég sokan, tehát ilyen például a Ficsúr, a Szeplős. Hát egy bombázás következtében végül is megszöknek, vagyis hát ki tudnak szabadulni az állami javítóintézetből, és onnantól kezdve a túlélésért harcolnak, és ezen az egész úton valójában véve hozzájuk csatlakozik egy csomó gyerek, tehát kicsikét be is gyűjtik ők a gyerekeket, de nem is teljesen tudatosan igazából, hanem az útjuk során folyamatosan árvákkal találkoznak, és azok valahogyan velük folytatják tovább az utat. Aztán egyszer csak találkoznak egy másik bandával, ugye, amit a Suhanc vezet,
akkor két banda egyesül, és onnantól kezdve hosszú valahogyan a gyerekek által kiválasztott vezetőként lép elő, és egyre jobban nyomja ugye az ő vállát az a felelősség, hogy neki ezekre a kicsikre vigyázni kell. És akkor így jutnak el kastélyba, ahol pedig belép a képbe Simon Péter, és igazából egy nagy tanítójuká válik, és segít nekik túlviselni ezt a háborús időszakot. Mennyivel másabb így, hogy gyerekek szemén keresztül látjuk ezt az időszakot szerinted ebben a darabban? Mindenképpen hatásos. Tehát, hogy nagyon hatásos, ezt azért a szerzők nem véletlenül így írták meg, de igazából az, ami a legjobban felborzolja talán az embernek a kedélyét, ahogyan nézi ezt az egészet, hogy tehát, hogy a gyermeki lélek hogyan él túl olyan helyzetekben, amikor például a felnőttek már kétségbe esnek. A gyerek az ugyanúgy megpróbál játszani, ugyanúgy próbálja a pozitív dolgokat meglátni, a pozitív dolgokba kapaszkodni, és ezáltal ez még megrázóbb, ugye, itt a darab vége, hogy azért itt mégiscsak nem is egy áldozat, mert már a darab közben ugye van egy áldozatunk, és még a darab végén megint még egy kis gyereket elvesztünk, tehát mindenképpen bonyolult, és szerintem nagyon megrázó így, hogy a gyerekek szemén keresztül látjuk ezt az egész háborús történetet. Én a hosszú vagyok. És te? Hogy hívnak? Kuksi. Beszarod. Hát ilyen név nincsen. Kuksinak hívnak. Ki? Milyen volt a próba folyamat? A próba folyamat az amennyire nehéz volt, annyira voltak benne borzasztóan lelkesítő pillanatok, tehát azért itt arról beszélgetünk, talán a legkisebb gyerek az 6 éves, és akkor teljesen a kamaszkorig, ugye, van mindenféle kor, vagy minden korosztályú gyerek, és egyrészt az egy hatalmas élmény, ahogyan ők, a nagy részük ugye sose állt még színpadon, és akkor ahogyan megérkeztek, és körülbelül egy olyan 2,5-3 hét alatt annyit fejlődtek, hogy hirtelen valahogyan beszívták a színháznak a levegőjét, hirtelen elkezdtek nagyon sokuk borzasztóan profi módon koncentrálni a színpadon is, és tényleg jelenléttel ott lenni. És hát ez még most is tart, tehát folyamatosan itt most már felgyorsult a fejlődés, tehát próbáról próbára egyre összeszedettebbek, és ezt nagyon-nagyon jó látni. Nagyon igaz mondataik vannak, nagyon jól szólalnak meg, szóval ez az egészben egy hatalmas nagy élmény. Mondhatni, hogy valamennyire akkor ti is tanultak tőlük? Maximálisan. Tehát azért azt egy gyereknek a naív csillogó tekintetébe belenézni a színpadon azért az azzal is jár, hogy egy picikét az, aki beletekint az ő szemébe, kicsit ő is valahogyan valamit kap abból, és hogyha meg tudjuk őrizni ezt mi színészek, akkor lehet, hogy a mi tekintetünkben is ez meg tud jelenni. Ez mindjárt a kevés, de egy valaki jól lakott tőle. Sorsokozunk a gyufát. Addi a fejet, húzza! Na! Ez a fajta gyermeki báj, az a fajta gyermeki rácsodálkozás, és talán annak a felelősségnek a gondolata, hogyha eljut a nézőhöz, és mondjuk őt is gondolkozásra készteti, hogy mi felnőttek a különböző pozícióinkba, akár hatalmi pozícióinkba is döntünk dolgokról, és hogy az mennyi embernek az életét befolyásolja, és köztük bizony gyerekek életét is. És ha ezen egy picit elgondolkozunk, talán jobb döntéseket tudunk majd hozni az életünkbe.
Suhanc története sem egyszerű, hiszen nem csak a családját veszítette el. Áruhába bújik, lányként fiúruhát ölt és banda vezérként irányít egy gyereksereget, akik később csatlakoznak hosszú csapatához. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon drámai szerep ebben az egész történetben, mert ez a lány azért vesz fiúruhát, mert a háború borzalmai mellett nem csak a családja múlik szét, hanem elveszik az ő szüzességét, és megerőszakoltan ott hagyják árván magára, és egyetlen egy módja van, hogy kitörjön ebből az egészből, hogy áruhát vesz, és fiúnak álcázza magát, és maga köré gyűjti a többi gyereket, aki hasonlóképpen járt. Van előtte egy nagyon idillikus jövőkép, amit összetörik, és aztán amiatt, hogy muszáj vigyáznia a körülötte lévő gyerekekre, muszáj harcolni értük, ezért kiváltják belőle az anyai ösztönt. Nagyon, nagyon figyelmes, óvó valaki ebben a történetben. Mit bámulsz? Hogy hívnak? Mondtam már Suhancnak. Na jó, de az előtt. Nincs az előtt. De mégis. Nem vagyok úgy. Tudom. Amikor verekedtünk, amikor megfogtam a melledet, én akarok becsenni. Jó, nekem még nem is volt dolgom veletek. Hát vele nem is lesz. Hiába hajtasz. Én nem hajtok. Csak mondom, hogy beszélgessünk. Gyűlölök beszélgetni. Látom, most mi bajod van? Én nem akarok neked semmi rosszat. Ezt ismerem. Ők is ezzel kezdték. Ez a darab lelke, hogy a gyerekek szemén keresztül látjuk ezt az egészet, és iszonyú megható az ő küzdelmük, az ő kitartásuk, az ő szeretetük, az ő hitük, hogy nem ismerve egymást, mégis egy családként tudnak együttműködni. Milyen volt a próba folyamat? Szabó Mátéval már dolgoztam együtt. Egy nagyon szép előadást tudhatunk magunk mögött. Kovács Gergely Csanád pedig még gimnazista koromban volt szerencsém, hogy koreografáljon. Úgyhogy nagyon vártam én a velük való közös munkát. De a gyerekek hatalmas nagy hatással voltak rám, szóval teljesen új energiákkal találkoztam. Volt már, hogy valaha játszottam olyan előadásban, ami gyerekekhez szólt, vagy gyerekelőadás volt, és akkor megtanultam, hogy a gyerekközönség a legőszintébb közönség, de gyerekekkel játszani, hát ez tényleg nincsenek rá szavak. Sokszor elfelejtjük a színház csinálás közepette, a nagy terhek alatt, hogy elkészüljön a premierre az előadás, és minden meglegyen, hogy az egész csak egy játék. És erre nagyon sokszor emlékeztetnek ők a jelenlétükkel, a hozzáállásukkal, a szeretetükkel, hogy ez csak egy játék. A háború borzalmai közepette azonban maradtak még emberek, akikben van lélek. Ilyen szereplő az előadásban Simon Péter is. Megkeseredett, az életet nem értő, ám mégis szelíd ember, aki otthont ad az elárvult gyermekeknek. Egy művészember, egy karmester, egy zenész, egy muzsikus, akit háború meggyötör, valami módon számkivetett lesz a saját otthonában, ami egyébként egy ragyogó kastély a Szirten, valaha az volt. A történetünkben meg a művész olyan értelemben, hogy a művész, a humanista mondjuk ilyen értelemben, aki egy elképesztő viharban is képviselni tudja a humanizmust. Hát így.
A gyerekek mennyit változtatnak rajta? Mert ugye ő változtat a gyermekeken, de hogy őt mennyire változtatja meg ez a sok gyerek? Életkedvet lehelnek belé. Tehát tulajdonképpen a gyerekekkel való sorsszerű találkozás, az szerintem az ilyen win-win, győztes-győztes szitu. Daszáradnak, hogy ugye eredendően megtámadják ezt az embert a kastélyában, ezt elfoglalják. De aztán egyszer csak talán valami másfajta felnőtti attitűddel találkoznak. Talán hallanak tőle öt olyan mondatot, amire azt mondják, hogy ja, hogy ilyet is lehet. Ami megváltoztatja a viszonyukat. És találkoznak egy olyan emberrel, ezek a, hát most az egyszerűség kedvéért fogalmazok, szinte gazemberré lett jobb sorsa érdemes gyerekek, akiket nem a gazemberré, az butaság, de hát rablóvá lett háborúsultott a gyerekek, találkoznak egy gyakorlatilag az életkedvét vesztett reménytelenségben dágványozó emberrel, és valahogy kölcsönösen életre. Én a Simon Péter szerintem reményt ad nekik, bizonyos tekintetben próbál nekik utat mutatni. A gyerekek pedig egész egyszerűen azt mutatják fel, hogy de bizony van miért élni, érdemes élni, és nem veszett el az a gyermeki énünk, amiért valaha érdemes volt élni. Mondhatni, hogy ez lehet a darab üzenete is egyébként? Lehet. Hát szerintem a darab üzenete az, hogy nem szabad félni. Ez a lényeg. Nem szabad bármilyen aljas, kivéthetetlenül sunyi, pofádba vicsorgó, vagy pofádba röhögő hatalom regnál éppen, nem szabad félni. Milyen volt a próba folyamat? Hát izgalmas. Ezt ugye, hát az előzmények azok ismertek, hogy ez az előző évad végére terveztük, és egy előpróbálási időszakot terveztünk, május-júniusban, majd aztán egy őszi bemutatót. Tehát, hogy mi jött közben, azt mindannyian tudjuk. Úgyhogy egy viszonylag feszesre és szűkre szabott időszakban hát ismerkedtünk egymással a gyerekek velünk, mi a gyerekekkel, a gyerekek a színpaddal, a színpadi létezéssel. Ez az a klasszikus helyzet. Ezt sokszor elmondjuk mi így színháziak, hogy de jó lett volna még, ha van ennyi meg ennyi időnk, és ez egy kicsit néha már talán uncsi is, de tényleg így van egyébként. Hát ez most különösen igaz. Összességében sok-sok izgalommal és jó találkozással teli próbaidőszak volt, hát és nyilván sok nehézséggel, de hát ez nem tartozik a kedves nézőkre. Milyen volt a gyerekekkel dolgozni neked személy szerint? Én nagyon szeretek velük dolgozni, azokkal a srácokkal is, akikkel most találkoztam, és megadta jó sorsom, hogy máskor korábbi színész életemben is dolgoztam együtt többször gyerekekkel. Hát egyébként ilyen szempontból nem érzem magam annyira elkeseredett embernek, mint Simon Péter. Ennek ellenére mindig tükröt tartanak a gyerekek. A gyerekekkel kell létezni a színpadon. Újra gyerekké tesznek. Én egy meglehetősen infantilis embernek tartom magam, a szó szerintem jó értelmében. Talán nem felejtettem el, hogy voltam gyerek. De a srácok emlékeztetnek még erre pluszba. Ráadásul még az is van, hogy egy gyerek, aki nem egy rutinos színész, ő as himself, tehát ő legtöbbször önmagában van, és összességében egy önazonos, gyönyörű, helyes, egészséges gyerek, az úgy ott van a színpadon, és az jó lesz. Ha vele úgy kell tudni együttműködni, hogy tehát mellette az ő fénytörésében nagyon gyorsan valami, nagyon könnyen valami mesterkélt, maníros, megfáradt öreg hülyének tűnhetsz, és hogy ne legyen, arra is emlékeztetnek. Én úgy szeretek gyerekekkel próbálni, meg amikor kerülünk dolgozni,
hogy nem nagyon hiszek az ő kiképzésükben, úgymond. Előfordul ez a színházi munkamódszer, néha bizonyos értelemben szükséges is. Én abban szeretnék hinni, abban hiszek, és azt szeretném látni, amikor olyan közös helyzeteket találunk ki, ilyen értelemben játékhelyzeteket, élethelyzeteket, amik minél kevesebb színpadi absztrakción keresztül tudják játszani. Tehát magyarán, hogy önmaguk lehetnek, és mindig is apró valódi helyzeteket játszanak, abból aztán, ha valaki ügyesen vezeti a gyerekeket, összeáll az a történet, amit éppen el kell játszanunk, de nekik ne kelljen azon agyaskodni, hogy most hogy kell állni óhatatlan, aki színpadra lép, az előbb-utóbb megtanulja, akkor is, hogyha 6 éves. De ne ezen legyen a hangsúly, hanem olyan helyzetbe hozni őket, viszont kihagyhatatlan helyzetbe hozni őket, nekik önmaguknak kell lenni, tudják, hogy mi a helyzet, most olyat játszunk, hogy, most azt a helyzetet játszunk, hogy, most nem tudom, megtámadósat játszunk, vagy nem tudom. Úgyhogy én szóval szeretek gyerekekkel dolgozni. Minden is maga jó. Ideje van a szaklatásnak, és ideje a megvarrásnak. Az élményére emlékeztem én csak gyerekkoromból, a film élményére, a történetére csak szilánkosan. És ha azt az élményt, amit én nekem akkor gyerekkoromban a film jelentett, teljesen magával ragadott és elgondolkodtatott talán, bár ezt lehet, hogy most itt tűnne velem szemben a kb. 8-9 éves, én nem akarsz mondani, hogy mit csinált veled, Robi? De mondjuk, hogy elgondolkodtatott, akkor ezt az élményt remélem a mi nézőinknek. Embernek lenni az embertelenségben, ez az, amit igazán meg kell tanulni. Mindig legyünk önmagunk, támaszkodjunk egymásra és ne harcoljunk. A valahol Európában talán erre is felkívánja hívni a figyelmet. Köszönjük figyelmüket, önök Bicskei Galéria című hírmagazinunkat látták. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, a viszontlátásra!